Köszöntöm a kedves nézőket, Önök a Mozaik című magazin sorongat láthatják itt a Sopron Televízióban. Egy hiánypotló kezdeményezés indult el nem is olyan régen, egy olyan kezdeményezés, amire úgy gondolom, hogy nem csak fontos, hanem szükség is van itt városunkban. Szenvedélybetegek napali intézményének a vezetőjét köszöntöm itt a stúdióban, Temény Anitát, szervusz! Szia! Köszöntöm a nézőket! Hogyan indult a történetetek? Ez egy hosszú folyamat volt, 2016-ban indult. A Soprani Önkormányzat és az Ökumenikus Segélyszervezet rájött, hogy a városban hiányzik -e egy szolgáltatás a Szenvedélybetegek nappali intézménye, és ezért úgy gondolták, hogy ezt pótolni szükséges. 2017-ben a Segélyszervezet kapott egy épületet ennek folyamányaként az önkormányzattól, és... Ennek ö, indult meg a felújítása, és ez egy hosszú folyamat volt. 2018 év végére befejeződött a felújítás, és annak az engedélyeztetési eljárása 2019. februárjában zárult le. És most már elindultatok idéntől, ugye? Igen, így van, pontosan. Ez mit jelent egészen pontosan, és miért tartott fontosnak, hogy ez az intézmény létrejött itt Sopronban? Azért fontos, mert ugye eleve nincsen ilyen intézmény és nagyon fontos lenne az, hogy a, ezeknek a, azoknak az egyéneknek, akik szenvedélybetegséggel küzdenek, segítséget kapjanak valamilyen szinten. Az intézményünk nem egészségügyi intézmény, ő azt próbálja kiegészíteni, az egészségügyi intézményt kiegészíteni, átfogó támogatást nyújt, segítséget szociális téren. Milyen szakemberek segítik a munkátokat? pszichiáter, addiktológiai konzultány, szociális munkatárs, terápiás munkatársok segítenek a munkában. Kezdjük akkor ott, hogyha valaki felhív benneteket, vagy ellátogat a Balfi utca 31 szám alá, akkor mi az első lépés, amit megtesztek? Leültetjük, megbeszéljük, hogy milyen segítségre van szüksége, mi a problémája, alapvetően hozzátartozó-e, vagy szenvedélybeteg. Nagyon fontos, hogy az intézményünk ingyenes és önkéntes, tehát hogy a motiváció az nagyon fontos ilyen kor. Hogyan jut el valaki oda? Hogyan látod te, hogy elmenjen hozzátok? Ez már az első lépés, úgy gondolom, a gyógyuláshoz, hogy segítséget kér, tehát mer segítséget kérni. Az, 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 nagyon fontos lépés, talán az első legfontosabb lépés, hogy mert segítséget kérni, onnantól fogva tudunk alapvetően segíteni neki, támogatni a felépülését, és mellette követni Picit beszéljünk arról, hogy hányféle szenvedélybetegség van, mert szerintem nagyon sokan nem tudják, hogy mi is tartozik, milyen csoportjai vannak ennek. Viselkedés és szerfüggőségek vannak. A szerfüggőség az alkohol, a drog, a nikotin. Nem csak szerfüggőség van, hanem viselkedésfüggőség is. Ezek mik ezek egészen pontosan? Online függőség, telefonfüggőség, testedzésfüggőség, függőség. Testedzés függőség, szerencsejáték függőség bármilyen játékfüggőség, evésfüggőség. De gondolom, hogy ezek a ritkábbak, nem? Alapvetően egyre nagyobb tért nyer szerintem a telefonfüggőség a fiatalok körében és az online függőség. Van már olyan, aki emiatt keresett meg benneteket? Azt gondolom, hogy egyelőre még nem. A fiatalok ugye nem nagyon nehezen kérnek segítséget, a szülők szoktak elsődleges körben segítséget kérni. Mit jelent egészen pontosan, hogy szenvedélybetegek nappali intézménye? A nappali intézmény azt jelenti, hogy mi 9-től 3 óráig vagyunk nyitva. Itt nem, uh, itt alvásos, nem bentfekvős intézményünk, hanem a, a, általában azoknak uh, uh, van nyitva az intézményünk, akik viszik az életüket, dolgoznak, és mellette szükségük van kiegészítő terápiára, foglalkozásra, csoportfoglalkozásra, bármilyen más egyéb szociális támogatásra. Hát ez lett volna a másik kérdésem, hogy mennyire egyéni foglalkoztok egy-egy problémával, vagy vannak ilyen csoportos terápiák is? Nagyon fontos, hogy csoportfoglalkozások legyenek, ugyanis egymást segítik, ilyenkor támogatják, a saját problémájukról beszélnek, és akkor az egyén is azt gondolja, hogy, hogy nem vagyok egyedül, és aki már benne volt ebben a történetben, ő sokkal könnyebben tud segíteni, hiszen ő is átment ezen. És olyan tanácsokkal tud segíteni, ami ami az ő életében akár segített neki. Hogyan látod, hogy gyújt el egy ember oda, hogy segítséget kérjen? Mert ugye ez az első lépés ahhoz, hogy valaki meggyógyuljon, gyógyult legyen? Úgy látom, hogy alapvetően elsődleges körben a, a hozzátartozók látják, hogy probléma van, ők, ők jeleznek neki. És miután nagyon sokszor először elsődlegesen a hozzátartozó jön el hozzánk, és ő próbálja a függőt elhozni hozzánk. De amíg a belső motivációja nincsen meg a, a szenvedélybetegnek, addig nagyon nehéz bármilyen segítséget adni neki, mert hogy nem a be, nem ő fog segítséget kérni, hanem maga nyomásra fog jönni hozzánk. Mennyire ezt már elmondtad, hogy sokszor a családtagok érkeznek, és akkor hozzák a, a házastársukat, akár gyereküket, hogy probléma van vele ő nekik mennyire kell segítséget nyújtani, mert gondolom, hogy ez egy évek óta tartó folyamat, és ilyenkor azért nem csak a szenvedélybeteg sérül, hanem a családja, a környezete is. Ez így van, alapvetően a hozzátartozónak ugyanolyan segítségre van szüksége, ezért hozzátartozói csoportokat is tartunk, pont azért, mert hogy ő is ebben a malomkerékben van, hogy segít, abban támogatja a, akár az alkoholizálásban, akár megveszi neki az üveg sört, hogy neki is át kell gondolni azt, hogy egy kicsit másképp áll az egész történethez. Milyen intervallumban lehet hozzátok járni, illetve minek kell megfelelni, hogy egyáltalán foglalkozzatok egy-egy esettel? 9 és 13 óra között várjuk a klienseket, és a, a szenvedélybetegeket és a hozzátartozókat. Igazából nincs olyan komoly feltétel, aminek meg kell felelni, tehát hogy szakorvosi konzultáción vesz részt a kliens és a koronnantól fogva Jön hozzánk tanácsadásra, csoportfoglalkozásra. Gondolom, hogy egy bizonyos életkort is be kell tölteni ahhoz, hogy eljárjon akár egyedül De, hozzátok. Igen. 16 éven felülieket várunk. Meddig járhatnak hozzátok? Hány hónapig lehet hozzátok járni az intézményben? Nincsen időintervallumhoz kötve. Mi hosszú távon próbálunk támogatást nyújtani. Hogyan látod, hogyha valaki meg akar gyógyulni, akkor mennyi idő alatt tud úgymond túl lenni ezen a szenvedélybetegségen? Tudom, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat, de mennyi idő alatt, hogyha nagyon, nagyon szeretné? Ez nagyon egy is szerintem. Tehát, hogy valaki azt mondja, hogy én többet nem iszom, és nem iszik, de vannak, akik többször visszaesnek, ezért is kell, hogy hosszú távon támogassuk, tehát, hogy a visszaeséseket is mellette legyünk, és újra és újra újra megtegye a lépéseket nagyon különböző egyénre, egyén függő egyébként ez. Mennyire van támogatott család azért, hogyha azt látjuk, a legtöbbször már a család is elfordul, munkahely elfordul, és legtöbbször már akkor kérnek segítséget, amikor már ekkora nagy a baj. Te hogyan látod ezt? Igen, alapvetően ez a legnagyobb probléma, hogy későn kérünk segítséget, már amikor, amikor elvesztette a munkáját, már a család nem beszél vele, kiközösítik, akár már, már az utcára került. Tehát nagyon fontos, hogy már időben kérjünk segítséget, nem, nem szégyen, tehát hogy az fontos, hogy, hogy a segítség az ott van, csak be kell jönni hozzánk. Csak sopraniakat próbáltok segíteni, vagy Győrmoson sopron megyeieket is? Tehát kik jöhetnek hozzátok? Az egész megye területéről várjuk a, a szenvedélybetegséggel küzdőket és a, függ, és a hozzátartozókat. Hol lehet titeket megtalálni, milyen telefonszámon, illetve e-mail címen, esetleg címen? A Sopron Balfiút 31 számalat vagyunk megtalálhatóak, a Sopron Kukat segélyszervezett e-mail címen, és a telefonszámunk e 0630 70 451 63 43. És mit üzenél azoknak, akik esetleg segítségre szorulnak? Hogy esetleg már jövő héten találkozhatunk a Volt Fesztiválon, mert ott is megtalálhatóak leszünk. Nagyon jó, akkor erről egy picit beszélj, mert ezt nem is árultad el nekem. <sítsz> Arra gondoltunk, hogy egy kicsit a, a, a fiatalok körében is népszerűsítjük az intézményünket, és a Volt Fesztiválon is megtalálhatnak minket esetleg egy egyéni beszélgetéssel, egy drogtotóval, egy kis fotópályázattal tehát akkor ott is meg lehet titeket találni. Rendben, nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és a kedves nézőknek is akkor elmondom még egyszer az adatokat, tehát a Balfiút 31 szám alatt lehet segítséget kérni személyesen, van egy telefonszám is a 45 16 343, tehát itt is lehet akár telefonon segítséget kérni. Köszönöm, hogy itt voltál, és a kedves nézőknek meg megköszönöm a figyelmet viszontlátásra.